Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Ez itt a Hazard Ops nevezetű játék. És És most bemutatjuk nektek. Fantasztikus zombi lövölde. Annyira azért nem fantasztikus, de... Annyira nem, csak... Nem rossz ez. Nem rossz, nem rossz. Elmegy egynek. Már jönnek valami, igen, vannak a nagyon tablakon. faszak is fegyverek. Karaktert is lehet benne generálni, az igaz, hogy kb. 10 fajta lehetőség közül. Ja, kiválasztasz egy fejet, egy frizurát. Ez ennyi, aztán el is fogyott a nagy ja, izé. Bőrszín, ilyesmi. Ennyi. Meg persze nevet kell neki adni. Meg hangot lehet változtatni. Ó, hát ezek mind olyan fontos alkotó elemek, hogy csak na. Ja, de lehet nővel is lenni, úgyhogy. Hát ez most mi volt? Bomba? Ja igen, meg valaki, nővel is lehet lenni. Csatlakozott valaki más is, nem bro. Meg lehet szerelni benne az átjárókat, ahol a zombik jönnek. Igen. Azért is kapunk pontot, lehet fölvenni fegyvereket, amik hevernek itt az utcán. Vagy az úton, vagy mit tudom én, mint... itt. Szóval itt, ami hever, azt föl lehet venni, ott a fix összeg, 500 dolcsi, vagy pont. Ott a shotgun az ugye van cseszve, ahogy van. Na, ne erőszakoskodj, mama. Ja, nővérkéket lövöldözünk, most zombi nővéreket. Akkor lehet, hogy ez valami kórház. És azt bírom, hogy igen, ragaszkodtak a kutyákhoz, úgy látszik itt is. Én utálom őket. Vannak benne kutyák, igen. Meg izé 3 méteres faszik. Meg izé... Mi az az a füstös? Vagy az a... Mi húzza maga után a füstöt. Tudod de, amit? Igen, igen. Energia valami van körülötte. Izé... Milyen szártőz. Büdös bácsi. Annyira büdös a lába, hogy a fekete füstöt húz maga után. Szagos ember. Na. Jóhó, már jön valami nagy darab állat. Hát, itt jön. Igen. Mindegyik ablak. Ó, az milyen fegyver? Ne, Inferno, hát nekem ez kell. Ja igen, és a töltésnél van egy csík, és hogyha pont azénél nyomjátok meg a csíknál, akkor gyorsabban fog tölteni. Na nézzük ezt az Infernót. Ugye lehet segíteni, hogy gyorsabban szerelődjön meg az ilyen kis ablak, meg ajtó, vagyis torlasz. Igen, egy darabig lassítja a zombikat. Az átjárásban. Az a baj, hogy sokáig nem, sajnos. Sokáig nem, de miközben ők verik széjjel, addig nem igen lőhetjük őket. De milyen izé lángszóró ez? Nevetséges. Nem rossz végül is, de nevetséges, ahogy kinéz a tűz. Na, gyorsan ezt is megépítjük. Ja. Jönnek nővérbácsi. Nővérbácsi! Nővérbácsi az mi? Akarom mondani nővér és bácsi. Doktor bácsi. Doktor Búho. A pizsamás a zombi. Pizsamás banánok, most az jutott eszembe. Az a mese az egy izé. Hát az valami fantasztikus. De már van elég pontunk szerintem, hogy följebb menjünk. Na, akkor menjünk följebb. Hát valami 1400 pontot, oké, kinyitottam, 1500 pont mínusz. Áááá, van itt Stuker is. Túha, M16 A2C. Na, az jó. Aztán ennyi. Na, itt a zombi néni, meg zombi bácsi, meg Nikorgó. Itt az a lángszorróban, ez nagyon szar. Meg egy fél automata fegyver. Na, az még jobb, legalább nem fogy ki olyan hamar. Igen. Mindenek megvan a... Csak csínyen bánik a lőszerről. Ó. Jaj, itt a következő ajtó.
Jó. Jönnek megint. Szerintem menjünk, mert azok... Jó. Kész. Megsütöttem. Mekkora izé van nála. Tozza fejbe csap. Ja, ezek én szaladgálnak, a többiek. Nem vannak. Hűha. És akkor már kell azt itt tovább menni. Á, erre 2000 pont kell a továbbításhoz. Na, most van izé. Bónusz pálya. Ja, hogy itt lehet valami ilyen szarságot állítani. Na jó, van legyen ide egy ilyen. Most kapunk plusz pontot. Igen. Most biztos ki lehet már nyitni az ajtót. Ja. Ja, minden XP, mindent XP-vel tudunk felnyitni. Fegyvert, lőszert is csak akkor tudunk fölvenni, hogyha van nálunk elég XP. Ezt már a csávó, nem tudod kinyitni? Nincs annyi pontod. Nekem 1500 van csak. Jó. Még nincs annyi. Ja, ez a Nebro, ez már kinyitotta. Igen, de jó. Na, meg vettem föl ilyen kis minigant. Jó. Oh, az kicsit minigun. hát ez... Ez ilyen betár nagy. Ja igen, most kinyitottátok ezt az ajtót. Ja, van itt egy nagy-nagy láda, amit szétszart. XP-vel lehet kinyitni. Ja, hogy azt vetted fel. Oké. Okay. Ezt. Az jó. Ezzel nem lehet gyorsan futni. Nem, sajnos. De lehet vele gyilkolni rendesen. Ja, az biztos. Csak most jelenleg nincs ki. Na itt igen. Még annyira nem. Ah, ott van. Lehet, hogy egyel feljebb hát, kellett. De nem lehet innen. Egyel feljebb kellett volna állítani. Itt is jön valami Debella. Ott megy. Jönnek, jönnek. Kifogytam. Na hol vagy azzal a gépputykával? Putyka. Gépputykával, hol vagy? Objective failed. Ezt elcsesztük. Szerintem. De most mi van? Csak sétál. Sétafikálni. Ne, én nem. Jaj, ott vagy te, látom szerelsz. Igen, mindjárt kinyitom az ajtót. Jöhetsz. Megyek. Ja, lent van az ajtó szerintem. Ja, most már a hetedik menet. Itt még több zombiról kell számítani, gondolom. Oké. Nyitva. Húha. Na, hát ez... Ingyen fegyver. Mi ez? Hát ez hamar kinyírtam. Hát ez hamar eldőtt. Hát ez mi volt? Fú, valami gőzös vagy, nem tudom. Én gondolom, hogy ajha, csókolom. Felrúgtam, lehet az a... Az, amelyiket kinyírtuk. Igen. Azt mondom, hogy az exi, de nem tudom, hogy most. Itt is van még egy ilyen lábszóró. Na, az kell a nyavajának, nem valami. Nagy szám. Ez jó, ami nálam van, csak lassan járok vele. Lassan jár tovább. De most visszajutottunk ugyanoda? Most akkor körbe-körbe vagyunk. Bakker. Hát nem tudom így akkor. Hát ez az, hogy akkor van valami ajtó, amit még ki lehet nyitni? Lehet. Csak visszamegyünk fel. Nem tudom. Hát mert az előbb is ugye eljutottunk valahova. Valahonnan valahova az ajtónyitogatásokkal, most akkor hova jutottunk se, hova? Vagy ez csak olyan pálya, hogy éljük túl, azt ennyi? Nincsen fő. Csak úgy hetszből kinyitogatjuk itt az ajtókat. Azt lehet, semmi. Az egészet végül vihetnénk ott, ahol elkezdtük. Csak hát ugye itt nagyon... ilyesmi. 8. menet. Vagy lehet majd itt úgy lesz, hogy valami... Ahogy vége a tizediknek. Hé, itt van az exit.
Hát azt nem lehet kinyitni. Úgy gondoltam, hogy teljesen fel kell jutni, gyűjteni az XP-t, hogy ki tudjuk nyitogatni az ajtókat. Meg egyebek. Hát igen, én is azt hittem. De akkor úgy néz ki, hogy mégse úgy van, ahogy hittük. Ah. Nem jössz át, kutya. Ott maradsz. Az anyabajás kutya is olyan lelőved, aztán roppan. Most ezeknek nem elég egy golyó. Egyre több kell. Most akkor minden négyen itt vagyunk. Pont kifogytam. Hú, fel fog robbanni, vigyázz! Nem robban? Ez nem biztos. Szerintem az a fúró kedül, vagy milyen. Úgy látszik, hogy ja, itt van. Ez fog felrobbanni szerintem. Á, igen. Dögölj már még, mama. Ó. Oh. Yes. Na, 9. Hát akkor nem sok értelme van így. Itt nem kell javítani is. Hol lehet megnyomni a pályát? És ha megnyomom az M-et, akkor... Térkép van? Nincs. Nagy térkép nincs. Ja, csak eltűnik a kicsi. Értem, vagy egy másik szemszögből mutatja. Na most hány round lesz? Azt a rohadt! Itt ragadtam! Húha, na ezt jól benéztük. Hé, kutya! Hol vagytok? Hát itt van öt ilyen, kész, vége. Hát ez a fejjel lefelé van a padlóban a zombi. Ó, basszus, de sokan vannak! Igen, nagyon Á, nagyon. Én is megfaltam. De fel kéne ezt... pedig hiába nyomtam a izét. Ezt kellett volna látni. Amit egy hagyom magam meghalni, aztán újra jövök úgy is. Na igen, mondjuk ezt ennyiből kellett volna jó. Látni, igen a zombi, lövöm, egyszer csak fejjel lefelé van benne a padlóban. Ez jó. Ez jó, nézheted ki. Jól van. Megyünk vissza. Tehát előbb belőhoztam valami menüt, de most nem tudom előhozni. Na de fúró kerül, baromat. Itt van, ó, ez az. Na ezt húztam elő. Ezt nézem, mit szeretnék én lerakni. Most még nem jön semmi. Ez tök jó, de hogy... jönnek ezek, még ott van. Lenn van? Lenn, szalad. Ki kell nyílni. Már csak egy van szerintem. Aj, már meg, de hogy ez a rohadt anyád. Hát ez... Aj, most amiatt a gyermek talán itt minket elvileg. Nem, szalad. Aj, szalad. Oké. Okay. Tizedik. Majd de tönkre megy ez a gépfegyver. Tudod, mivel tudsz lerakni? A C-t meg kell nyomni, és akkor ott ki tudod választani, mit tudom, 4-est megnyomod. Nem, nem jó. Hát pedig az 4-es. Ó. Oh. Ó, oh, come on! Ja, hangja van. Én választottam. Igen, folyik le a lépcsőn. Na, itt biztos, itt még többen lesz, mert jobb lesz, hogy kiszaladunk ott. Jaj. Látom.
Hát, fú, azt épp hogy csak túléltük. Várj, még jönnek. Ja, hogy még van egy látni a lőket. Térképen a piros pontokat. Te mondjuk mindig nem ért. Szóval így. Jó kis cuccok vannak benne. Van még fal is. Csak kérdés, hogy hogy rakod le, mert nem lehet váltani. Hiába nyomkodom az egyest, kettest. Pedig az előbb is az volt. Mondjuk, hogy ez micsoda, ez pajzs vagy, nem tudom, valami ilyesmi. Na most mi van? Még van ellenség szerintem. Valahol csak... Igen, van, csak azt szerintem be van ott ragadva. Át lehetne ugrani, le lehetne, mindegy. Te menjünk ki. Ott szerintem is nézzük meg. Ha elakadt a zombi. Addig meg nem megyünk sehová. Az milyen már elakadt a zombi? Keresd meg. Ja, valahol itt van. Hát ott a sarokba. Igen. Hát tényleg elakadt valahol. Na, ezt jó tetted. De milyen gáz? És ezért nem tudsz tovább menni. Ja. De pedig... Hát egy sem. Hát lehet, hogy... Hoppa. Lehet, hogy onnan kiindul le lehet lőni. És akkor ott mi a szar volt ott? Ablak. Ja, én is láttam. Hát innen nem látni semmit, nincs itt semmi. Ez érdekes. Hát hogy van ez? Nem tudom, lehet szomulat emeletes. Az is lehet, tényleg igaz. Menjünk fel. Vagy bent van ebbe? Nem van, azt nem. Ez tévedés, itt nincs. Ez a játék is aztán megéri a letöltést. Hát, jó. Ja. Főleg, hogy bebugzódik. Lehet, hogy tényleg fönt van. Jó, de hol? Nem lehetett egy nagy térképet belecseszni. Hát nézd meg, János, már lehet. Hiába, hogy futkosok, hát innen már nem is tudok tovább menni. Beragadó zombi, hát ez nagyon komoly. Elfelejtett. És mit lehet jelenti ezzel csinálni? Semmit. Depressziózik. Gondolta inkább, hogy nem halna. Okosabb lesz. Hát én is bedobtam oda egy gránátot, de semmi. Itt kell, hogy legyen. De nincs. Lehet, hogy eltűnt. De nem is lehet oda befelé annyira lőni. És akkor mit lehet csinálni? Semmit. Csak kilépni. Hát az mekkora gáz. Ja. Most lángszorozok itt minden, de hát... Értelme van ennek. Csűhű, mit csinál? Na, gránátot be, anyátok, mindenért. Az pont a sarokba ment. Nem, azt szerintem beragadtad a sarokba, úgyhogy ezzel nem tudunk mit csinálni. Az pont hát ott van. Nincs is ott. Hát az meg a másik. Nekünk ez a sarok, ez ahol én állok. Ennyi a sarok. Itt kell, hogy legyen. Kellene. De ott nincs semmi. Belül járvani jövöm. Ilyen paromság miért kell most? Hát mindegy, akkor lényegében úgyis nyertünk. Igen, most futkározunk itt. Na jó van, hát akkor ennyi. Lényegében bemutattuk a játékot, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!